Tenger, homokos part, pálmafa és persze sok-sok napsütés. Jelenleg ezek a dolgok veszik körül a Pannon Presso népszerű műsorvezetőjét Mauritiuson. Juli novemberben kezdett énekesként dolgozni egy luxus óceánjárón. A munka után feltöltődésre is van lehetősége. Ilyenkor megmártózik a tengerben, vagy a helyi emberekkel és szokásokkal ismerkedik. A következő megálló La Réunion lesz. És hát természetesen nagyon sok új, érdekes állattal és növényel és világgal találkozunk, egészen a mély szegénységtől a luxus negyedekig. És nagyon sok új kalandba veszek részt itt a hajón és a hajón kívül is. Mi esténként szoktunk zenélni. Az óriás hajó meghatározott időnként kiköt, és a Pannon Rádió műsorvezetője kirándul egyet. A hajó utasai között nem mindenki ünnepli a karácsonyt, így Julinak a közönség igényeihez kell majd alkalmazkodnia. Elárulta, hogy munkatársaival ebben az időszakban egy családként működnek. Karácsony nélkül a mi időszakunk sem múlhat el, és én a kis karácsony, nagy karácsonyt is a csendes ét éneklem majd a színház teremben, lesz egy nagy gála, rengeteg nemzetiség él a hajón, úgyhogy mindent próbálunk egy kicsit felvinni ilyenkor a színpadra. Ám mielőtt a Pannon Rádió hallgatói elszomorodnának, hogy Juli ilyen távolra utazott, mindenkit megnyugtatunk, hogy a Pannon Presso kacér műsorvezetője január 14-től újra visszaül a stúdiós székbe és beleduruzsol a mikrofonba. Természetesen nagyon hiányzik nekem is a családom, a párom és a barátaim is, de hát most ezt az egy karácsony kibírom valahogy, aztán meg meglátjuk. Na hát nektek is boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket kívánok, és kiváló utazást továbbra is.